lehetetlen, akkor azt mondta Bemapó, és hozzá megyünk a szobrához. Ha éltetni akarják a hazát, hogy ne veszen el, és ti is élni akartok szabadságba, töröljétek ki ezt a szót a szótáratokból, hogy lehetetlen. Ezért megyünk mi is. Én is mindjárt megyek utánatok, csak 2 óráig nekem itt még ügyelni kell. Csak ugyan kilépek 2 órakor a Kálvin térre, és már látom, hogy valóban a Szabadsághíd felől, a Műegyetemről jönnek az egyetemisták, az Üllői útról, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemről jönnek az egyetemisták, és mindenünnen a diákok összejöhet. És ami először a szemembe tűnik, az a Nemzeti Múzeum mellett álló hatalmas épületnek a tűzfala. Sajnos oda most üveg monstrumokat, nem palotákat csináltak, azt majd le kell bontani, mert ez nem illik a Kálvin tér egész történelmi képéhez. És ott a tűzfalon óriási betűkkel 2 szó, ami nagyon megrendített, de nagyon tetszett nekem. Az volt ráírva, hogy Ruszkik haza, és felkiáltója. Szent Isten, mondom, hát az igazság robbanásának, a forradalmi napján vagyunk. Hát eddig mindenki éltette a felszabadító szovjet hadsereget, akik meggyalázták a nőinket, akik leölték a katonáinkat, akik ezt a terrort hozták reánk. És hát eddig mindig azt mondták valóban, hogy a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet hadsereg biztosítja számunkra a szabadságot, de hát az amerikai külügyminiszter megmondta, hogy a politikában semmi sem állandóbb, mint az ideiglenes megoldások. Mit tesz Isten? Ruszkik haza. Hát az ideiglenes, csak ugyan ideiglenes, hát csak ugyan bejöttek, és csak ugyan lehet mondani, hogy menjetek, kívül tágasabb vagy? Hát ti ott vagytok otthon, míg meg itt. Tehát ez óriási. És akkor látom a villanyoszlopokon, az óraoszlopokon a 18 pontot. A szovjet hadsereg távozzék Magyarországról. Kívánjuk a szólásszabadság, gyülekezési szabadság, sajtószabadságot. Kívánjuk a demokráciát, a diktatúra helyett. És idegen katonák ne jöjjenek hozzánk. Magyar katonák csak Magyarországon állomásozzanak, mint 1848-ban volt. És ahogy tovább olvasom, kívánjuk a vallásszabadságot. Kívánjuk a mindenki számára csodálatos, igazi, emberséges életet. Ó, hát én is ezt akarom. És akkor csatlakoztam az óriási tömeghez, és közben hallottam skandálni a nagy jelszavakat. Ezek nagyjából a következők voltak. Új vezetés, új irány, új vezetőket kíván, nem állunk meg félúton, sztalinizmus pusztuljon. És gyertek velünk, így megyünk végig a Deák téren, megyünk a akkori Marx térre, a nyugati pályaudvarhoz. Melósok csinálják a sineket, javítják az utat. Hagyjátok abba, gyertek velünk. Mi is azt akarjuk, amit ti. Mink azt akarnánk, hogy ne legyen ilyen embertelen a norma, és emberségesebb legyen a fizetés. Mink is azt akarjuk. Ti is gyertek velünk. Ott hagynak csapot, papot, mindent, és jönnek. És így érünk át a Margit hídon, a BEM térhez, a BEM szoborhoz. Egy autónak a tetejéről, annak a hangszórójába mondva, Veres Péter bácsi mondja, a magyar nemzet követeléseit, a 18 pontot megijjenezzük. Minden zsúfolásig a tér, utána fellép a BEM szobor talapzatára Besenyei Ferenc színművész, és csodálatos stentori hangja, mert ha ő megszólalt, azt nem lehetett nem hallani, elszavalja Vörös Martinak a szózatát. A refrént az első és a utolsó verszak végén már együtt mondjuk, utána pedig felharson csodálatos nemzeti imádságunk. De mert ez október 23-án van, és akkor még az órát nem állították át, hamarabb este lett, és az este első árnyaira kezdtük mondani, hogy parlament elé, és vissza a parlament elé, ahol
követelte a tömeg, hogy Nagy Imre jöjjön, és az emberséges szocializmus, és azon túl az igazi demokrácia, igazi szabadság nevében vegye át a kormány, de mindenek előtt szóljon a tüntető tömeghez. Nagy Imre, híven akarom mondani az eseménysort, nem akart jönni. Ő már tudta, hogy mit jelent ezzel a rendszerrel szembeszállni, és elhárította magától. Újabb küldöttség ment, és akkor eljött, és felállt a lépcsőre, és mondta, hogy kedves elvtársak, erre lehurrogták. Utána azt mondta, magyar testvéreim, erre megéjenezték. És akkor mondta, hogy eddig se csalódtatok bennem, ezután se fogtok csalódni, és valóban azt akarjuk, hogy az emberség győzön a diktatúra felett. Amit tovább mondott, nem hallottam, mert vissza kellett mennem este 7 órára, mert a Kálvin téren gyermek biblia órákat tanító munkatársaknak az összejövetele volt. Amikor visszaértem, láttam, hogy egy valaki van ott. Mondom, most örülök papként először az életemben, hogy csak egy valaki van az alkalmon, ahova megyek. Persze a mi számunkra is az a lélekbe szelet hozó, csodálatos esemény, hogy sokan hallgatnak bennünket. De most nem a Biblia órán van az emberek helye, hanem a szabadság menetelésében. Aztán annak az egynek megtartottam, akkor meghallgattam a rádiót, és október 23-án este 8 órakor Gerő Elnő elvtárs, aki éppen akkor jött a régen Láncos Kutya utána, Kebel szocialista barát Tito elvtárstól, Belgrádból, beszámolt arról, hogy nagy szocialista találkozásunk volt, és legyőzzük az imperialistákat. De ez az kell, hogy a mai lázadók, akik tüntetnek minden utcán, minden nagy téren, belássák, és tudják meg, hogy az életükkel játszanak, mert nem a Szovjetuniótól kell megvédeni a magyarságot, a demokráciát és a szabadságot, hanem az imperialistáktól, akik, mint hortista, fasiszta tisztek, mint régi levitézett avisztokvaták, jönnek, hogy helyreállítsák itt a kapitalizmust. Óriási felháborodás lett mind erre, és hogy milyen hortista tisztek és régi levitézett avisztokvaták akarták visszaállítani a végi rendszert, akik vacsolnak, mint a Mágnás Miskában a latabárok, hogy 10 méterről is megérzem a szagából, hogy ki az avisztokvata. Azt onnan tudtam, hogy nem sokára ott állok a Kálvin téri templommel és Cseperről, tőletek, gördülnek be az autók a Lónyai utcán, és megállnak a templom előtt 4 hatalmas teherautó, és utána leugrik egy melós az elsőről, utána meg a többiről, és elordítja magát, hogy nem felejtem el, amíg hónap sztrájk! Na mondom, nem valami avisztokvata hortista tiszt, hanem egy csepeli melós. És a többi is hónap sztrájk. És osztották kifele a fegyvereket, dőlt fel a villamos, és egyszer csak halljuk, hogy óriási nagy gépfegyvertűz a rádiónál, és megrettentünk, hogy akkor ott már lőnek. Nem telik bele 5 perc, rohanó fiatalok a rádiótól, hogy hol a templomnak a papja? Mondom, én vagyok, a többi már mind elment innen. Azt mondja, elestek az első mártírok. A fiatalok be akarták vinni a memorandumot a rádióba, hogy olvassák fel, és az ávósok lelőtték őket. Tiszteletes úr, elkezdődött a forradalom. Az első mártírjaink belehaltak az igazság robbanásába. Nem tudná meghúzatni a harangot, hogy megtiszteljük őket, és jelezzük a forradalom indulását. Meghúzatni nem tudom, mert nincs itt senki. Villamosítva még akkor nem volt, de hát azért vagyok itt, hogy felmenjek veletek együtt, meghúzzuk a harangot. Meg is húztuk a környező templom, Bakács tér, egyetemi templom, a katolikus egyháznál szintén követte ezt, és mi jeleztük 9:30 és 10 óra között, hogy a magyar forradalom megkezdődött. A lényeg, kitörtek a fegyveres harcok, másnap ezt még sokan nem tudták, 24-én reggel
a Pest környéki egyháztagok jöttek be, meg papok, hogy hát hol lesz itt a gyűlés, mondom, itt ugyan sehol, mert kitört a forradalom. Hát azt mondja, mi hogy nem tudunk erről semmit. No, úgyhogy nem hallgattátok a rádiót, és természetesen az erről október 23-a éjszakán és 24-én reggel még nem számol be. De menjetek haza, és tudjátok meg, hogy a magyar szabadságért felkelt az igazság robbanásában a magyar fiatalság, a magyar munkásság és az egyetemista fiatal értelmiség. Nem kell nekik az ördögi diktatúra, csak kell az Isten ember előtti egyenlőség, szabadsága, testvérisége. El is mentek. 25-éről számolok még be, hogy túl soká ne töltsem az időt. Ez volt az úgynevezett véres csütörtök. Akkor a Kálvin tértől elmentem az Asztóriáig, tehát a Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca találkozásáig, és akkor már ott voltak a szovjet tankok, akik bejöttek hozzánk. Keresték a szuezi csatornát, és megmondták nekik, hogy a Duna az a szuezi csatorna tulajdonképpen, és ők oda mennek, ahol az imperialisták az arab népek szabadságát támadják, és a Szovjetunió ellen akarnak lázítani. Mi megmondtuk, hogy ez nem a szuezi csatorna, ez a Duna, és ez egy szocialista ország, csak nem akar diktatúrát, hanem minden embernek a szociális egyenlőségét. És álljatok át hozzánk, át is álltak, 4 szovjet tank a mi pártunkra állt, és hajlandó volt velünk együtt jönni, megint a Kiskörúton át, a mai Podmanicki utca, akkor Rudas László utca sarkán bekanyarodva, egész a parlamentig. Megszálltuk a tankokat, óriási testvériség volt mindenütt, és én tudom, hogy a második tanknak a végén nem tudta a csepeli melós, és nem tudta a műegyetemi diáklány, hogy ők a kálvintéri kispapot ölelik, én meg őket. És mentünk is, énekelve a szabadságnak a dalait Kossuth Lajos asszizente, lobogtatva a kommunista címertől megfosztott lyukas 56-os zászlókat, amíg bekanyarodva, kívánván a Podmanicki utcának a sarkáról meg nem soroztak bennünket. Egy 5 centire mentek el a tankunk előtt és mellettünk a rettenetes lövések, és utána azt mondtuk, nem ijedünk meg, akkor is menni kell a parlament elé, hogy hagyják abba a harcot, és az elfogott és börtönbe tett szabadságharcosokat azonnal engedjék szabadon. De amikor mintegy 10 métert mentünk ettől a saroktól a parlament felé, onnan hallottunk egy rettenetes gépfegyver sorozat özönt, és utána rohantak ki a Rákóczi szobor, a Kossuth szobor előtt tüntetők, és jaj, veszékeltek, 100-ával a holttestek a parlament előtt, 100-ával a holttestek a parlament előtt, és aki Istent ismeri, és az élete drága, és tovább harcolni akar a szabadságért, oda ne menjen, mert mindenkit lekaszabolnak. Ez volt a véres csütörtök rettentő alkalma, amikor a Rákóczi szobor előtt elsősorban, de a Kossuth szobor előtt is holttestek százai feküdtek. A lényeg, ment tovább a forradalom egészen október 30-áig. Nagy Imre október 28-án, 29-én jelentette ki, hogy ő sem lázadásnak, hanem forradalomnak és szabadságharcnak, ő sem ellenforradalomnak, igazi forradalomnak tekinti ezt az ügyet, és tökéletesen mellé áll, amit azzal is tanúsított, hogy az ország semlegességét november 3-án kimondta, és november 4-én nemzetközi segítségért fordult a nyugati államokhoz azért, mert a szovjet hadsereg újra letámadott hódító és rabszolgává tevő hadaival bennünket. A lényeg, hogy ez a forradalom, és ezt jegyezzétek meg, lányok, fiúk, nem, mint a francia forradalom, mint az angol forradalom, mint a nagy októberi szocialista forradalom, pokoltüzébe mártott igazság volt,
amikor óriási társadalmi igazságtalanságokat forradalmi újulással egy magasabb társadalmi szintre akartak emelni véráldozat árán is, amikre Madács mondja, mi óriás volt bűnei és erénye, és mind a kettő mi bámulatos, mert az erő nyomá rá bélyegét, de utána még nagyobb elnyomás jött, még rettenetesebb zsarnokság jött, még szörnyebb ember élet milliók pusztítása következett. Nem, az 1956-os forradalom, hiteles tanúként állítom, mennyek tüzébe mártott igazság volt, mert az igazság robbanásában egy maroknyi, az élet igazságáért a halál kockázatát vállaló, egyedülálló forradalmi nép, a világ legjobban felfegyverzett, totális diktatúrája ellen nem pusztítóan, hanem önfeláldozóan támadt, és közben nem ördögi pusztításokat, hazugságokat, átkokat és mások elleni igazságtalanságokat hangoztatott, hanem tökéletesen engedelmeskedett magától értetődően egész tömegében a bibliai 10 parancsolatnak. Először, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. A álabszolutumok, a hamis istenek ellen az igaz Isten nevében támadt, aki a világot teremtő, önfeláldozó szeretet. Aki mondja, legyen világosság, lőn világosság. És akkor nem Isten a faj, nem Isten a párt, nem lehet rá mondani. A párt, ami eszünk, becsületünk, fényes jelenünk, ragyogó jövünk, és közben a Gulág szigetcsoporton 100 milliót kiárt. Nem, a hamis istenek, így mondom, az álabszolútumok embereivel szemben, egyedül a teremtő, önfeláldozó világ szeretet az Isten. Így is mondhatom, a világ önmagában, bűnbe, sátáni lázadásba fullva, ideológiai, őrült terrort és totális diktatúrát alkalmazva, ez a világ önistenítő önszeretet, Hitler ilyen, Stalin ilyen, Mao Zedong ilyen, Pol Pot ilyen, de Isten önfeláldozó világ szeretet. A Krisztus golgotai keresztjéig, a teremtés, új teremtés igéig, még egyszer mondom az ellentét párt, aztán esetleg filmről visszahallgatva, ezt meg is tanulhatjátok, a világ bűnbe, sátánba veszve önistenítő önszeretet, és elpusztítja magát. Isten önfeláldozó világ szeretet. Nem hitt tovább senki, se fajnak, se pártnak, se vezérnek, se diktátornak, csak a Jézus Krisztus mennyei atyának, az önfeláldozó szeretetnek. És ezért ne csinálj magadnak faragott képet, bálványt ne imádj. A legdöbbenetesebb volt, lányok, fiúk, az 1956-os forradalomban a 7,5 méter magasan álló legnagyobb bálványszobornak, Sztalin elvtárs tanítói nagyszobrának a ledöntése. Kérem, a Sztálin téren megjelent a tömeg, és le a diktátorral, és megjelentek a csepeli melósok, kérem, hegesztő pisztolyokkal, és a csizmájánál a hegesztő pisztolyokkal elválasztották a csizmát a diktátortól. Azóta hittük ezt csizmatérnek, mert csak a csizma maradt. Aztán amikor eléggé leolvasztották a hegesztő pisztolyokkal a Sztálin szobrot a csizmáiról, akkor drótkötelet tettek a nyakába, és próbálták húzni. Persze, meg sem mozdult, még így se, nem úgy csinálták. De akkor traktort, teherautót hoztak elő, és hozzákötötték. Akkor húzta a traktor, húzta az autó, és húzták az emberek is. Mindenki még társult oda, mert része se akart lenni. Egyszer csak recsent, és mindenestől óriási zuhanással lezuhant a bálvány, a 100 milliós tömeggyilkos a földre. Aztán diadalittasan a Sztálin tértől a Rákóczi úton át behúzták az MK-ig, tehát a Nagykörút és a Rákóczi út sarkáig, ott aztán szerte széjjel szedték, és nagyon sok embernek van Sztálin erek,